Hello nézők! Nemrégiben már hallattátok, hogy így lassan 20 év után végre játszottam God of War játékkal, az első kettővel legalábbis. Tudom, hogy le vagyok maradva, de egyrészt boomer vagyok, másrészt nekem sosem volt konzolom és nem is éreztem irántuk készítést, viszont sokat hallottam már a God of Warról és mostanában jutott csak eszembe, hogy csak van már elég erős gépem ahhoz, hogy egy PlayStation 3-at tudjon vállalható minőségben emulálni. A God of War Collection első részét szereztem meg és sorban haladtam. A God of War legelső része borzalmas, de nagyon ravasz módon borzalmas. Az első óra játék után nagyon megtetszett az egész, a már ósdi grafika ellenére tök látványos, a harc teljesen könnyen kezelhető és tényleg átadja azt az érzetet, hogy egy vérgőzös egyszemélyes hadsereget irányítok, még akkor is, hogyha a stickes quick time eventeket billentyűzettel kellett megoldani. Normál fokozaton elég kihívó volt a dolog őszintén szólva, de ennyi még belefért, a platformer részekkel sem volt eleinte baj, a történet is érdekelt. Aztán elérkeztem Pandora templomához. Mint utóbb kiderült, ez egy notóriusan pocsék rész, és itt kezdte el a játék a nyomorult trial and error feladványait meg ügyességi részeit, amiket egyre nehezebben toleráltam. Aztán eljutottam ide, amikor is ezek a kutyaszerű lények először feltűnnek. Ez volt az a pont, ahogy én normálon feladtam a játékot. A nagyokat nem lehet elég gyorsan elintézni, a kicsikből meg nagyok lesznek, ez abszolút káosz. Szóval pár nap kihagyás után újra kezdtem easy-n a dolgot, ami meg már szinte túl kihívástalannak tűnt, de legalább tovább tudtam itt jutni. De nem sokkal később az úgymond pokolban, és főleg ennél a forgós pengés résztél én már a sírás határán voltam megint. A csaló mocskos hitboxos francba már itt egyet hibázol és kezdheted a legelejéről. Itt 20 percnyi szenvedés után is elfojtott sikolyok közepette jutottam csak túl, és akkor a játék bedobta ugyanezt még egyszer, szóval ez több volt a soknál. Úgyhogy kipróbáltam a második részt is, ami már a legelétől fogva élvezetesebb volt, a sztori is jobban bejött, a helyszínek is változatosabbak voltak, és ezt már előrelátóan easy-n indítottam el, de a játék második felétől megint eldurvult a helyzet a trial and error iszonyat idegesítő szakaszok miatt, meg hogy sokszor semmi tippet nem kapsz, hogy mit is kell csinálni. Mindemellé a második játék befejezése az egyik leggyatrább, amit videójátékban valaha láttam, szóval egyelőre nekem ennyi elég is volt a God of Warból, a harmadik részt még nem sikerült elindítanom, az újabb részek pedig korán sem tűnnek számomra érdekesnek, úgyhogy ez egy olyan románc volt, ami nagyon sokat váratott magára, de végül nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ezek után én már csak azt remélem, hogy a Red Dead Redemption első része is kijön PC-re egyszer, mert ez az Xbox emulálás, ez kifejezetten macerás. Viszont mindezek ellenére a mostani videóban mégis a God of War lesz bemutatva. Nos, mint mondtam, ez a Marlowe Briggs and the Mask of Death, ami egy 2013-as szlovén fejlesztésű játék, és ami voltaképp egy God of War konverziónak is elmenne, ugyanis a hasonlóságok letagadhatatlanok. Lássuk, hogy a negatív dolgokban is megegyezik a kettő. A Marlowe Briggs főhőse, Marlowe Briggs, ez a hegyomlás fickó, nézzétek mekkora kezei vannak. Foglalkozását tekintve tűzoltó, viszont most épp szabadságon van Dél-Amerikában, ahol meglátogatja barátnőjét, aki egy kínai fazonnak segít ősi maja romokban felfedezett lexikonok lefordításában. A romok körül felépített kvázi katonai bázis és a zsoldosok jelenléte viszont megviselte a csajt, úgyhogy bejelenti, hogy kilép a cégtől, a rizsa persze nem engedi és megöleti Marlowe-t ezzel a batár maja kaszával. Kusza kasza fasz! Pekhér az ezen lógó maszkon keresztül az egykori Tepecsalik is, haveroknak csak Tep nevű uralkodó szelleme nem csak hogy feléleszti Marlowe-t, de emberfeletti erővel is felruházza. Így lesz Marlowe-ból a szent harcos, aki elindul megmenteni a nőjét. What a fucking nigger! Na innen indul a játék, amit nyugodtan nevezhetünk pofátlan God of War koppintásnak. Szinte minden egyes játékmechanika onnan lett átemelve, és ezt nem csak úgy értem, hogy például itt is kb. Hasonló a harc, a platformer részek, az életerőtöltés, az XP gyűjtés, hanem hogy ezek teljesen ugyanazok. A platformer részeket illetően ugyanúgy a dupla ugrás dominál, de a fix pontok közötti tarzanozás, a peremen sétálás, falmászás, plafonon csimpaszkodás, de még a különböző kapuk kinyitása is egy az egyben God of War. A játék vége felé pedig minő meglepő fordulat, még szárnyakat is szerezhetünk. Ami viszont kicsit eltérő és igazából kellemes újítás az az, hogy itt minden helyzetben van lehetőség gyorsabban haladni, igen, még a peremeken is.
Vannak olyan részek, ahol három különböző úgymond sáv között kell ugrándozni egy ideig, van hosszabb szakaszon csúszkálás is. Ezeknél a részeknél extra XP gömböket vehetünk fel, a kicsit rizikósabban manőverezünk, illetve vannak adott részek, amelyeknél egyfajta challenge-ként megpróbálhatjuk felszedni az összes XP-t, ami hogyha sikerül, a végén további XP lesz a jutalmunk. Az egyik ilyen relatíve látványos challenge rész például, mikor egy helikopteren lógunk fejjel lefelé, ilyen helyzetekben Tep mindig mondja, hogy merre kell mozdulnunk, de néha azért bakizik ő is. Az irányítás dicséri, hogy a platformer részek úgy általában elég könnyen teljesíthetőek, nekem egyedül olyan részeknél voltak gondjaim, ahol nem mindig tudtam rendesen belőni a távolságokat, illetve a szárnyalós részeknél néha előfordultak érdekes beakadások, de szerencsére, hogyha hibázunk is, pár másodperc után már újra is próbálhatjuk, plusz a mentési pontok és a checkpointok meglehetősen sűrűn vannak elhelyezve. Oops. Igazi God of War-os hagyományként itt is vannak doboztologatós, meg kapcsolóaktiválós feladványok. Mivel a főhős és Tep folyamatosan kommunikálnak, általában kapunk segítséget, hogy mit is kellene csináljunk, és maguk a feladványok is jóval egyértelműbbek és kevésbé frusztrálóak, mint akármelyik God of War részben. A harcra áttérve, nos, annak ellenére, hogy nem sok újdonságot nyújt a többi hasonló játékhoz képest, a megvalósítás abszolút korrekt. Nincs túl bonyolítva a dolog, van kétféle ütés, ezeket kombinálva lehet a speciális kombókat behozni, amelyek mindegyike egy-egy adott szituációban használható, például ellenfelek pajzsait lehet velük széttörni, vagy épp a levegőbe felütni őket. Alapból az a kasza lesz nálunk, amivel megöltek az elején, ez az arany középút gyors, közepesen erős és kisebb területet is lefednek a támadások. A későbbi fegyvereket a játék adott pontjain kapjuk meg, az első ilyen a dupla penge, ami piszok gyors, de jóval gyengébb a többinél. Ennek ellenére hatásosabb, mint azt elsőre gondoltam. A harmadik változat az ostor, aminek az animációi fergetegesen jók, amikor így fejjel lefelé pörgeti, wow, ez kurva jó. De sajnos ez az ostor a leggyengébb fegyver a játékban. Elvégben az az előnye, hogy jóval távolabbról tudjuk sebezni az ellenfeleket és hatalmas területet lefed, viszont mint mondtam, tényleg iszonyatosan keveset sebez. A nagy hatóterület miatt talán adná magát, hogy a kisebb bogarak ellen használjam, de azok meg a legtöbb ostor támadáshoz képest alacsonyabban vannak, így hát én szinte csak ezek ellen a repkedő lidércek ellen használtam, mert ők a többi fegyvernek túl gyorsnak bizonyultak. Az utolsó változat a böhöm nagy kalapács, ami a lassú, de brutális sebzést képviseli. Közepesnél nagyobb ellenfelek és főellenfelek ellen csak ezt használtam, egyes kombok még ezeket is képesek messzire ellökni. Talán a játék cross-platform mi volt a miatt, de alapból nekem nem működtek egyes funkciók a billentyűzettel, ilyen volt a fegyverváltás, amit át kellett állítsak, illetve a quicktime eventek sem akartak működni az alapbeállítással. A quicktime eventek egyébként ebben a játékban csak főellenfeleknél és egyes platform részeknél jelennek meg. Számomra ez volt a legnagyobb csalódás. Ha már ilyen szinten másolja a God of War-t, akkor legalább a látványos és brutális kivégzéseket is átemelhették volna. Ezek hiány a legtöbb átlag ellenfél kivégzése annyiból áll, hogy eldobod őket a francba. A kisebb bogarakat persze el lehet taposni, a böszme ellenfelek esetében viszont szinte mindig ugyanaz lesz az úgymond kivégzés, nevezetesen ráugrasz a fejükre és halálukig irányíthatod őket. A skorpiókkal, batár harcosokkal vagy az óriással aztán lehet püfölni a kisebb ellenfeleket, de amellett, hogy ezek nagyon lassan tudnak csak ütni, a játék felétől már ott fogsz tartani, hogy a saját fegyvereiddel jóval gyorsabban el tudod őket intézni, mint így. Ebben az úgymond hibás nem más, mint a fejlődési rendszer. Talán a játék rövidsége miatt, de ha a pályákon egy kicsit is figyelmesen haladsz végig, rengeteg extra XP-t összegyűjthetsz, amiből aztán a 4 fegyvert és 4 varázslatodat tudod fejleszteni. Ezek fejlesztésekor a maximum HP és mana is növekszik. Nem tudom, én lehet, hogy nagyon jól játszottam, de a játék 3/4-nél már mindenki volt maxolva, onnantól meg nem volt értelme tovább gyűjtögetni az XP-t. A fegyverekhez hasonlóan a varázslatokat is adott pontokon szerezzük meg. Ezek a 4 lételemhez vannak kötve, van itt tűzlabda eső, ellenfeleket fellökő földrengés, fagyasztás vagy brutális szélvihar. Ezek közül leginkább a fagyasztást használtam a játék vége felé, a többit megmondom őszintén nagyon ritkán. A fagyasztást is igazából csak olyan helyzetekben használtam, amikor több mint unfair volt a csata. Mikor 2 nagyobb ellenfelet dob eléd a játék, akkor ez kifejezetten hasznos volt, de mikor ezen a részen a 2 harcos mellé folyamatosan jöttek a fürge késdobáló nőcik, akkor eszembe jutott a God of War kutyás része. A feléd repülő késeket vagy rakétákat persze jól időzítve vissza lehet küldeni a feladónak, de miközben 2 5 méter magas melák rohan feléd, akkor erre nincs mindig idő. Egyébként mi is tudunk késdobálni, de ez leginkább a repkedő bogarak ellen jó, másra nem is nagyon használtam. Ezen felül van egy olyan extra képességünk, hogy át tudunk állítani az oldalunkra egy kivégzésre szánt ellenfelet. Nem egy rossz ötlet, de ez megint csak felesleges időhúzásnak, mint az upgrade-elt fegyverek használatához képest.
A mitikus ellenfeleken kívül persze emberi zsoldosok is vannak, akik néha még lángszórót is használnak. Ezeknek egy kicsit komikus, ahogy a brutális ütéseink után röhögve felállnak, de másképp túl könnyű lenne a játék. Az ellenfelek változatosság egyébként kb. A játék feléig tart, addig minden típussal találkozni fogunk, onnantól pedig az addig látott ellenfelek erősebb változataival kell megküzdeni. A God of War ballisztás része itt a modernkori környezet miatt átalakult lőtornyos részé, amelyben helikoptereket kell lelőni. Ez már szintén a nevetséges kategória, hogy egyes helikopterek egy fél lövéstől már felrobbannak. De ha ez stílusidegennek tűnik, akkor ezt kapjátok ki. Helikopteres és repülőgépes shoot'em up részek, a la Raptor. Nem tudom, hogy erre miért volt szükség, de szerencsére nagyon hamar véget is érnek ezek a szakaszok. A játék fő ellenfelé is a God of War-t idézik, kivéve a legelső óriási markolód, amit szintisztán egy mozgó gépágyúval kell kiiktatni. Ezen kívül itt is van egy kraken, később pedig egy sárkány, mindkettőt két lépcsőben kell kinyírni. A játék végi fő ellenfélharc pedig, mondanom sem kell, Ares God of War, és itt is elveszik a fegyverünket a végén. A történet igazából nem egy nagy valami, a kínai fickó istenné akar válni egy rituáli által, ezt kellene megakadályozni. Erről leginkább a barátnőnk által hátrahagyott audiologokból tájékozódhatunk, amelyek hallgatásakor megáll a játék, ami nem feltétlen volt egy jó döntés. Hasonlóan feleslegesnek tűntek az egyébként szerintem epikusan látványosnak szánt kimerevített jelenetek, amikor például új fegyvert kapunk. Ez nem egy rossz stílus, de mikor ezzel próbálnak kibekkelni egy átvezetőt, az annyira nem fasza, szóval én rövid időn belül elnyomtam ezeket. Ha az átvezetők nem is, a környezet nagy része legalább kellően epikus, a dzsungelek, havas hegytető, ősi maja romok és föld alatti barlangok mellett az ásatásokat végző cég különböző üzemeiben és gigantikus méretű járművein zajlanak majd a dolgok. Ezek abszolút látványosak, minden felrobban, akárhol is járunk, illetve a különböző csapdák és akadályok is a helyszínhez mérten változnak, tehát még a barlangokban lángoló golyókat vagy lezúduló sziklákat kell kerülgetni, addig az üzemeken belül a különböző óriási dugattyúk és lángcsóvák akadályoznak majd. A játék legfőbb hangulatfelelőse végeredményben megmentőnk és mentorunk Tep, aki szinte mindent kommentál, meglehetősen mókás a fazon és a hangja is teli találat. These vandals despoiled my homeland. They must be punished. Trust me, it's gonna be a bloodbath. A bloodbath? The gods will be so pleased. It seems like death is nearby. Wait, no. It is the executioner. She has a similar scent. But with a hint of sour. What happened? Did you think you saw some enemies down there? Come, Ek-Chua-Ish. Ek who now? Ek-Chua-Ish. This is your name as the sacred warrior reborn. Do not call me Choo Choo. On the battlefield, I destroy. It means dancing death princess. Az üzemi területeken pedig a kínai főgonosz fog hasonlóan mókás hangvételű szövegeket megereszteni. Attention residence and safety crews. You are fired. Before leaving, please make your workplace as unsafe as possible. Attention, effective immediately, all workers under my employ are hereby forbidden to be killed by the rampaging intruder known as Mr. Briggs. Szóval ez a Marlowe Briggs egy abszolút korrekt játék. Látványos, könnyen kezelhető és látszik, hogy nincs összecsapva az egész. Persze ez nem több, mint egy God of War klón, de ezt a szerepét legalább tisztességesen teljesíti. Egyedüli kivetnivalóm vele maximum a játék hosszában keresendő, az egész maximum 6-7 óra alatt végigjátszható, ami nagyjából az első God of War játék idejének a felét teszi csak ki. Ha már ilyen rövid az egész, legalább egy folytatása lehetne, ha már az outroban lévő csavar ezt sugallja, és ha már a játék vége, még a játék credits listája is említésre méltó, ahol ez a kis minigame játszható, ami meglehetősen idegesítő is tud lenni, de ilyen interaktív creditset nagyon ritkán látni azért. A Marlowe Briggs egyébként időtlen idők óta már a Steam kívánságlistámon volt, alapból 5 euróba kerül, leárazásakor általában 99 cent szokott lenni. A rövidsége ellenére, hogyha a játék minőségét tekintjük, akkor árértékarányban ez egy kifejezetten jól elköltött 1 euró lehet, de még azt mondom 5-öt is bőven megér. Ha nagyon őszinte akarok lenni, nekem a Marlowe Briggs jobban bejött, mint az első két God of War. Ez azoknak ugyancsak egy budget változata, de nem kevésbé látványos, ráadásul jóval konzisztensebb és fele annyira nem irritáló, mint Kratos első két kalandja. Azt nem mondom, hogy egy Darksidersnél jobb lenne, mert számomra az egy etalon, és igazából elég régen játszottam már vele.
Most jött eszembe, hogy a Darksiders 3-at még ki sem próbáltam. Ja meg hoppá, majdnem elfelejtettem, hogy a God of War-on kívül volt még egy konzolos játék, ami videók alapján nagyon is érdekelt. A Shadow of the Colossus. Kipróbáltam ezt is, és ez is hatalmas csalódás volt, és a csalódásban a legnagyobb a ló volt, ugyanis az kiidegelt a legelejétől fogva. Én azt hittem, hogy itt vannak külön-külön pályák, ahol egy-egy óriás kell kicsinálni, de nem, itt rohangálni kell a kietlen pusztaságban ezzel a szerencsétlen gebével. Ez borzalmas, ez nekem így abszolút nem jött át. Úgyhogy a Shadow of the Colossus számomra egy olyan játék marad, amit élvezetesebb videón nézni, mint konkrétan játszani. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!